Sziasztok gamerek, én Flatpak vagyok, és köszöntök mindenkit ismét a Frostpunk játékon belül. És ugye az előző szenárió kudarcát követően azt mondtam, hogy most az egyik DLC-t fogjuk megnézni, méghozzá ezt a Last Autumn nevűt. Az ugye a jelenlegi játék, pontosabban az alapjátéknak az előzményeit meséli el, hogyan jutottak el idáig a túlélők, és mi okozta ennek a hidegnek a vesztét. Nem biztos, hogy ezt most be akarom kapcsolni, ezt a survival módot. Nem jöttem érte soha, nem tudom, milyen nehézségre kell számítani, úgyhogy menjünk csak simán így, ahogy van, nem is lesz semmiféle kosztumizáció. Simán csak kezdjük el. Gyorsan belecsapunk a lecsóba. Akkor itt már lesznek dokkok, úgy látszik, hogy van víz. Itt a képből egyébként látszott is, hogy van valamilyen vízpart a város szélén. Lehet gyűjtögetni. Na, kíváncsi vagyok, hogy ez milyen extrákat fog az alapjáték mellé még biztosítani. Personal journal of Euphemia McLaughlin. Assistant engineer at Imperial Exploration Company. It's been 5 weeks since we have left the familiar walls of Birmingham behind. Weeks of uncertainty, of struggle, of hope. And finally, we have reached the shores. We had 3 deaths so far. Or small price for progress, as IEC'd called it. I can only hope I am going to avoid their fate. They've claimed there was nothing to fear. That this whole journey of ours was just a precaution. But now, it feels like the weather is changing. And the winter seems inevitable. És mint tudjuk, be is következett, nem csak elkerülhetetlen, meg is érkezett a tél. Azt mondja, az utolsó ősz egy 113-as site nevű helyre érkeztek meg az emberek, ahol az eddigi legnagyobb technológiai tudományos nagyságot fogják megépíteni, a generátort. Ugye akkor valószínűleg ez lesz az, ami nekünk a játékban, az alapjátékban beleget biztosít. Nagyon, hogy mindenki elolvassa esetleg, hogyha ha jobb ez így nektek. A tükörfordítás pontos, meg lehet, hogy csak összezavarok mást is. Jó, a király nevért és a hazáért előre. Hát egy kicsivel barátságosabb a táj, már most. És igen, itt van a vízpart, remélhetőleg tudunk is valamit kezdeni. Alap épületek. Itt elkezdjük építeni a generátort, fel kell állítanunk az alap infrastruktúrát. Ez dokkot jelent, illetve gyűjtögető állomásokat. Kell nyerskaja, forrás, halászkötő, gyűjtögető tábor. Oké. Hát plusz 10 fok van, ez egész szokatlan ebben a játékban. Gyorsan itt nézzünk kicsit körül. Egy hajóroncs. Ebben 1000 vas van, valószínűleg el lehet érte majd menni. Környéken vannak fák, az rendben van. Mi van itt a kolónián belül már? Van egy steel pile, akkor ez ugyanúgy készíthető, 52 vas van benne. 145 fa. Ebben is. Itt van akkor a kis raktárunk. Ez pedig egy Steam Core, itt Steam Core-t lehet kiszedni, vagy valamilyen sebességgel. Azt mondja, új nyersanyag, szén, fa, vas, kaja, kajak most meg itt szerepelnek bal oldalon. Steam Core, strukturális profil, ez az építéshez lesz valószínűleg szükséges, acél kompozit és Steam Exchanger, gőz. Jó, hát kíváncsi vagyok, hogy ezek mire fognak majd használódni. Nézzük az épületeket. Ugye sátor, ebből ahogy látom már most kell is majd 9 darab.
minden akosunk van fedél nélkül. Én egy medical post, cookhouse, tehát akkor úgy látszik, hogy az épületek ugyanazok, mint eddig. Csak a külső változott. Törvénykönyv. Van benne hasonlóság, sőt, ahogy látom, egy az egyben ugyanaz, itt is van kápolna, public house, sérültek ellátása, úgyhogy akkor ez sem sokat változott. Jó, akkor azt gondolom, hogy mehet a menet. Kezdjük akkor ugye a házakkal. Aha, akkor ide nem is lehet építeni, hanem csak a generátoron kívülre. Hát ezeket akkor gyorsan pontossuk le az emberekkel. Meg akkor ide is még jöjjenek. 15 embernek akkor még van munka. Azt mondja, hogy nincs utca, de egyébként igen, itt ezt túl piros, túl közel van a generátorhoz, tehát túl piros. De akkor utcát is kéne valahogy ide építeni, az hogy lehet? Látszik, hogy itt ezen a mentén bárhova. Akkor legyen egyre csak ennyi, ugye ez is fába kerül. Egy kis fát várok, hogy az emberek kiszedjenek, utána meglátjuk, hogy lesz az utca, meg minden. Gyorsítsuk föl. Az első 5 napban nem lesz hőmérsékletváltozás szerencsére. Az első lépések. Hát ez a birodalmi explorációs társaság. Ez előkészítette nekünk a helyet. És rengeteg építési törmeléket vagy anyagot hagytak hátra ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a generátor építését. Tábort kéne felállítanunk és kipucolni a területet. Hát igen, ezen vagyok. Most. Aha, és akkor amint ez kipucolódik, akkor utána már zöldé válik? Hát mondják, kiderül. Biztos, hogy ez nem fog ma még kifogyni. A vas az talán igen. De nem az sem, mint másfél per óra. Jó, hát akkor most az első éjszakát még fedél nélkül töltik az emberek itt. Ezt jól meg kéne építeni. És akkor legyen tényleg csak 10 fa. Akkor a 90 fából meg tudjuk építeni a házakat. Ennyi. Ő még fölépítik. Ja, hogy az első munkanap végén az emberek elkezdtek kis csoportokba gyűlni, beszélgetni és kártyázni. Egy páran köveket dobálnak le ebben a középső lukban, amit a generátornál van. Elég mély mi. Ez, jaj. Na mindegy, tényleg nem akarok itt senkit ezzel cseszegtetni a fordításra, mindenki akkor magának majd elolvassa. Én is csak magamról tudom, hogy ha valamit olvasok és hangosan mondom, és közben valaki más, vagy pontosabban halkon olvasom, és valaki más mellette mondja, akkor az engem is zavar. Hogy ugye itt még szén nincsen fa, azt tudjuk, de ez is akkor ugyanaz a nézet, mint eddig. Emberek kirajzolnak és építenek gyorsan. Tök meleg van, plusz 4 a meleg tűrés. Utolsó háza már nem maradt utca. Csak ugye még 3 embernek, 30 embernek kellene. Ameddig itt elér az utca, addig ezt... Hát aztán lehet, hogy nem ez lesz a megfelelő terv, vagy kivitelezés házakhoz. Meglátjuk, hogyha ezek itt középről elfogynak, akkor ez az üres terület, ez tényleg építhető válik-e, vagy teljesen piros. Azt képest, hogy éjfél van, mennyire világos. Teljesen eltűnt az elégedetlenség, az emberek elégedettek.
És viszonylag motiváltak is. Per. 2, 4, 6, 9. Tökéletesen elfogyott az összes fa. Házakra és az utcára. Újabb nap jött a gyűjtögetés. Elfogyott a Steam kóros épület, oké. Okay. Akkor azt jelenti, hogy maradt 30 emberünk. Következőre akkor kaját kéne építeni. Köszönöm, hogy most még nincsen Hunter Hut. Úgyhogy ebből a cookhouse-ból kéne kaját szerezni, vagy pedig lehet, hogy gyűjtögetni kéne elküldeni őket, azt ebből lehet. Ez igencsak jó kérdés. Az egyik mérnök panaszkodik nekünk, uram, úgy látszik, hogy tévesen lettek az egyik sátorba elszállásolva a munkások. És már megint olvasom. Igazából az a kérdés, hogy szeretnénk, hogyha a munkásokat kiküldenék a sátorból, vagy nem. És ha igen, akkor növekedni fog az egyetlenség, ha nem, akkor pedig a motiváció fog csökkenni. Hát azt hiszem, hogy elégedetlenséget ezt kicsit behetjük, előttem lesz semmi baj. És ez tényleg egyébként nagyon érdekes, hogy akkor miért nincs itt még nekünk ilyen vadászkunyhó, lehet, hogy akkor ki kéne kutatni? Építsük már egy ilyet, megnézzük a kutatásokat, mik változtak, hogy lettek. Ugye most még nincsen halászdok sem, és azt írta, hogy halászdokkot is kéne építeni. Itt is van a feladat, igen, Research and Build a Dock. Aztán kezdjünk el gyűjtögetni. Építsünk egy halászkonyat, illetve egy gyűjtögető tábort. Egyébként ez se volna baj, hogyha már most leraknánk, ugye már ez itt nyers kaja, és ezt át is kellett dolgozni. Hát az engineer, és azt mondja, hogy akkor újabb kutatások. Aha, akkor ez a profil manufaktúra, ez ezt a építő profilt állítja elő, és az kell a generátor megépítéséhez. Csak három fül van, nem négy. Van a Forager Quarter. Akkor ezt kezdjük el. Akkor itt lesz valószínű a dock, igen. Egy fűrészmalom. Egyszerű, ez is elindult, akkor most már lesz rendes kaja. Resource depot, gathering post. Itt is ugyan, mint eddig szenet, fát és vasat lehet gyűjteni, de hát hogy ezeket most egyből behozzák ide, úgyhogy ez igazából most még felesleges, azt hiszem. Resource depot pedig még szintén nem... Egyszer abszolút nincs tele raktár, úgyhogy akkor itt most nem muszáj semmit sem építenünk. Kórház nem szükséges, senki nem beteg. Ehhez is szerintem az előző végigjátszás, vagy a játék során az első naptól fogva voltak ugye betegek, és senkit sem bírtam egyszerre időben meggyógyítani. És meg még szerencsére nincsenek betegek. Tehát akkor a kutatás végeztéig ezt itt megint átpörgetjük ezt a pár napot. Mert vagyok, hogy ezt hova lehet letenni majd a fák tövébe, vagy esetleg ide kívülre azt a gyűjtögetőt, vagy ugyanúgy ide köré. Még továbbra sem. Eri. Ó, valamiért csökkent a motiváció. Daily loss, valaki meghalt volna? Valóság csekkolás. Oh, minden reggel csökkenni fog a motiváció.
és egy új törvényt kellene beiktatni, hogy növeljük. A public house, igen, itt a motiváció fog nőni, akkor látszik ez a hope, hogy a reményt kicserélve a motivációra. Teljesen jó alternatíva hozzá. Van egy kápolna. Temető, vagy halottas ház. Ez ugyanúgy, mint a múltkoriban, ugye amputálni lehet. Fürdő. Akik itatnak körülötte, kevésbé lesznek betegek, és a motiváció is nő. Hát ez drága, az 40 fa, 20 vas, a public house az olcsóbb volt, az 20 fa, 10 vas, a kápolna pedig 30. Hát akkor ezt a public house-t ezt építsük meg. Hát és akkor itt célszerű lenne ide tenni a házak közé. Ahova ide. Egy utcát. Kíváncsi vagyok egyébként mennyi fogja ezt kompenzálni a reggeli csökkenést. Hát szerintem egy picivel azért csökkenni fog minden nap, minden reggel. Oké, megvan a gyűjtegető, jöhet akkor a dock. Építsük is meg. Hát és ugyanezt ugyanígy lehet ide is. Szerintem nem befolyásolja azt, hogy hova rakom a napi darabszám hozatal. Hogy akkor ide jön a cookhouse mellé. Erre már nincs elég fa. Baj. Most már van. És öten éhesek. Még hát itt most már van 191 kaja és két napra is elegendő, úgyhogy menjetek enni. 80. Úgy néz ki, hogy ez... Ó, az olyan, mint a beacon, itt ki kell küldeni az embereket. Oké. Oké. 15 ember kell, de nekem úgy látszik, hogy csak 5 van és 10 engineer. Úgyhogy akkor az egyik helyről kivesszük a munkásokat, ezt itt nem tudom, de csak munkás lehet beküldeni. Engineert küldünk. Illetve akkor ide is engineert küldünk, és akkor most már tudunk létrehozni egy csapatot. Itt vannak a szarvas nyomok, 12 óra. Most lett a térkép is. És elfogyott a nyerskő, hogy ezt akkor megint csak le lehet állítani. Felesleges itt dolgozni bárkinek is, amíg nincs nyerskaja. És 3 napra legendő most ez az első adag, amit kaptunk a játék kezdetével. Ez egész jó. Ez a vas mindjárt kimerül. Ha is nem sokára. Valószínűleg holnap reggelre minden eltűnik. De egyébként akkor valószínű, hogy tényleg azért van ennyi kaja, hogyha expedíciókkal lehet szedni a kaját, akkor biztos, hogy ugye ezt belekalkulálták, hogy 12-24 óra egy expedíció, mire visszaér, még addigra is maradjon. Picit átalakul akkor itt a kaja gyűjtés. El is érték a dolgokat. Hopp, itt nem volt semmi. Az nagyon jó. Innen még 13 óra. Vadászterület. Kell az aba. Új törvénykönyv. House of Pleasure, ugye ezt ismerjük az előzőből, egy bordélyház. Hát itt ugye tovább lehet növelni a motivációt. Vagy pedig ilyen arcokat lehet vívni. Az emberek néha megsérülnek. De itt a discontent csökken, úgyhogy az nekem nem kell, akkor még csak legyen a boldogság háza. Oké, ezzel a plusz 5 embert kell itt alkalmazzak, de teljesen jó. Több mint fele a motiváció. Egy picit csökkent, az olyan miért. Ja, mert reggel van, oké. Ágom.
Jó, elkészült a dock is. Szuper. Akkor a következő a gyorsabb gyűjtögetés. Ez mondjuk éppen nem a kajára vonatkozik, hát akkor az itt lesz. Következő, igen, következő sorban 50 fa a költsége. Szerintem ezt egyre még hagyhatjuk. Nézzük egy fűrészmalmot. Illetve akkor a dokkot. 5 fába kerül. Ez meg lesz. Szeptikusság. Ugye két ember arról beszélget, hogy vajon egyik elhiszi ezt a világvége marhasságot. Ezen veszekednek. A discontent fog növekedni, csökkenni egy picit. Jó. Motiváció fog növekedni, az nagyon jó. És mind a kettő. Mind a kettő nő. Hát akkor... Ja, értem. Aha, oké. Hát akkor csak ezt választjuk. Itt az egyik fog csak növekedni, a másik az ugyanúgy marad. Ez egy teljesen jó. Hát eddig most nem tudom, 4-5 döntés volt a játékban, de hát egyik sem olyan negatív effektekkel bírt, mint az előzőben az ottani döntések. Hát ott vagy csak nagyon perkes voltam, és mindig azokat kaptam. Ez a vas most már kimerülhetne, ki akarom cserélni az engineereket itt a munkásokra. Illetve akkor megvan a fa a dokkra. Na kurva, ekkora helyet elfoglal. Több helyre is lehet ezt tenni. Hát akkor nyilván a legközelebbire. Ez ugye ennek nem szükséges az út, nem jelezte az ikon. Egyelőre jók vagyunk. Jó, kiürültek itt ezek a vaslelőhelyek, akkor jöhetnek ide a munkások. De is vissza, tudom, hogy most még nincs itt nyers kaja, de... esetleg elfelejtem bekapcsolni, amikor visszajönnek a gyűjtögetők, akkor az már gáz lesz. Kimerült a fa is, akkor most nézzük, hogy tudunk ide tenni valamit, nem továbbra sem. Tehát akkor ezen a piros körön belül abszolút nem tudunk, legalábbis házakat nem tudunk tenni, igazából más meg se próbáltam. Resource. Na igen, például ilyen gatheringet azt lehet. Edurin posztot is. A dokot azt nyilván nem ide. Workshopot sem. Akkor csak a gyűjtögetni való cuccokat tudjuk ide letenni. Elkészül mindjárt a fűrészmalom, azt is gyorsan betesszük. Remélhetőleg ez a 37 fa elég lesz a megépítésére. Mert különben nem tudok máshonnan szedni. 10 bőven. Bőven jó. Hát úgy kéne, hogy a legtöbbet elérje, és itt fát ne is pucoljunk le a darakásra, úgyhogy akkor körülbelül jó lesz. Egy utca kell még hozzá. Super. Itt tudunk még kutatni. Gyorsabb gyűjtögetés. Hát az ugye a fa szempontjából jó lenne. És már csak ez hiányzik igazából ebből a tírből, úgyhogy akkor ez menjen. A tír 2-höz ugye 50 fát néztem. Hát ez akkor meg lesz a gyorsított fűrészmalomból. Jó, megérkezett az expedíció. Azt mondja, hogy felfedezték a kis vízesést. Oké, akkor ide föl lehet állítani egy tábort. És ez a tábor minden nap 80 nyers kaját fog küldeni. 400-et a következő 5 napban, tehát akkor az 800 kaja lesz a főbázison. Akkor azután valószínűleg kimerül, és újabb expedíciót kell majd tovább küldeni, gondolom. Most elvileg 5 napig akkor itt jól vagyok. Igen, 4 napig fog ez itt működni. 80 kaja naponta lesz. Egy egészen jó újítás, ez tetszik.
A foraging-et még nem építettem meg. De hát itt volt ez az, nem? Igen. Telegráf állomás. Most már akkor tudunk ilyet építeni. Steam Court. Hozni Angliából. Oké. Telegráf állomás 20 fa és 25 vas. Igazából csak a fa az, ami hiányzik. Valósan meg lesz. Opp, és itt jött valami hajó. Gyorsan is húzott. 1000 vas ebből a jó roncsból, az nem kevés. Miért dolgozik ez csak 90%-kal? Valaki elment enni. Hát ennyi, ennyi. Megvan a fűrészmalom is, gyorsan küldjünk bele embereket. És ez most pont bezárt, de 450 fára elegendő ez a terület, aztán majd át kell költöztetni. El kell mondjam, az első, ugye most már 5. nap következik, az első 5 nap sokkal szimpatikusabb, mint az alapjátékban. Nyilván ugye itt nincs akkora hideg, meg az még következő 5 napban sincsen semmiféle hőmérséklet emelkedés, csökkenés. Sokkal engedékenyebb ez a játékmód eddig. Meglátjuk, milyen lesz a következő 20-25-30 nap. Meg is jött a 80 nyers kaja. Meg jött a hajó is. Ja, és itt ki tudjuk válaszolni ezt, hogy mit hozzon a hajó nekünk naponta. Hát most itt a szenet jelöltem ki, gondolom nem baj, hogyha lesz belőle 30. De akkor itt lehet változtatni azt, hogy miket hozzon naponta. Akkor, hogyha építenek még egy dokkot, akkor az kétszer annyira jönne vajon? Azt mondja, igen, de nem tudom, hogy még hirtelen mennyi épületet kell még ide tenni ezekre a party slotokra, úgyhogy egyre hagyom még ezt az egyet. Mondjuk hát talán le is bonthatnánk, és a valami más ide rakni. A szenát még nem pakolták, lehet, akkor az holnap érkezik majd. Ó, nem, azt mondja, a basic dock szenet fog produkálni, tehát akkor azt mondja, az hozza a hajó. Tehát, hogy nem ártana hármat építeni. Mindenesetre meg kéne várni ezt az 50 fát. Remélhetőleg összejön este 6-ig. Unlockolni a tier 2-t. Amíg nem mondja azt a quest, hogy kellene ez az épület, addig ezt nem fogom most kikutatni. Hanem akkor majd ezt a tier 2-t az 50 fából. Hát, és igazából 10 fába telik. Jó, akkor mégiscsak menjen, mire megjön ez a maradék 30, addigra az is pont elkészül. És ezt a telegráf állomást meg is építhetnénk. De közre a dockhoz, nekem az tetszik. Akkor erre a kötyre. És jó, még ide elég lesz az út. Akkor ide is embert, és akkor ide pedig fát fogok kérni. 3,2 óránként, itt 30 óránként, ezt meg majd ki tudja. A vonal nyitott, telefonvonal. És Liverpoolból lehet kérni nyersanyagokat, tudok rendelni ide házhoz. Munkást, engineert vagy steam court. De majd mindjárt nézzük, hogy mi ez a felállítás. Itt vannak a dogban a felgyülemlett áruk. Kell egy reloading station is. Ott tudok vajon építeni. Jó kérdés, tehát ki kell meg kutatni. Reloading. Igen, itt van reloading station. Jó, akkor kell majd a tier 2 most már.
közben egy törvénykönyv. Nem nagyon indokolt. Esetleg egy ilyen fürdőházat most már tudnánk építeni. Mondjuk a 40 fa az sok. Jó, egyelőre akkor semmi ilyesmit. Ugye nem indokolt, mert teljesen jó minden, mind a két mutató. Szóval akkor igen, ez a telegráf, aztán mára ennyi, innen fogjuk folytatni a következő részben. Kettő az ára, kettő valami, egy logisztikai limit. Hát munkásból szerintem most elég van, elég lehet akkor, hogy esetleg ötöt hozzunk mind a kettőből, meg egy Steam Court, az már nem jó. Ez 20-30. Igen, akkor maradékot megtöltsük meg munkással, ők így. Jó, ennyi rendben. És azt mondja, hogy ennek az ideje, ez egy nap szintén. Ja, expedíciónak még... Ja persze, ez még nem is mozdul, mert még 3 napig ott van, oké. Okay. Na, szóval akkor... ez a kis kolónia nekem ez tetszik egyelőre. És mondom, első blikre jobban is tetszik, mint az alapjáték. Hát persze sokkal könnyebb, nincsenek semmiféle presszúra dolgok, hogy csökken a hőmérséklet, meg semmi ilyesmi. De első blikre nekem jobban tetszik. Innen fogjuk folytatni a következő részben is. Haladunk a kutatásokkal, minden egyébbel. Remélem akkor is vissza fogtok jönni. Azért, hogy voltak, dobjatok egy lájkot, és találkozzunk a következőben is. Sziasztok!